Jó. Ezen jellemzés segítségével megmutatjuk, hogy a C halmaz az perfekt. Hát eleve ugye zártnak, azt tudjuk, hogy zárt. Azaz tartalmazza minden tolódási pontját, de megmutatjuk, hogy minden pontja tolódási pont, azaz ugye nincsen izolált pontja. Ez a perfektségnek a definíciója, ezt meg később felírom. No, tehát ott tartottunk, hogy minden pont tolódási pont. Kezdjünk egy jobboldali végponttal. Ugye a jobboldali a végpont, csak kettesekkel felírva, nulla kettesekkel felírva, akkor az biztos, hogy valami olyan alakot ölt, hogy n-1, itt nulla az n-dik, és csupa kettesek követik. Ezért, hogyha definiálom a következőt, hogy egy számot, ami a n-1 megegyezik, nulla, kettes, egészen sokáig, és utána nullát fogok beírni végig, akkor ez a pont természetesen benne lesz a C-ben, sőt, hát vegyük már észre, hogy ez pont egy baloldali végpontot fog adni, és hát, ugye itt végig kettesek vannak, itt elhagytuk ezt a részét, tehát akkor biztos, hogy ugye ez itt kisebb, és ráadásul a különbséget nem kell abszolút értékbe tenni, mert ugye az nagyobb, mint ez az XP, az, ups, mondjuk ez itt az n plusz k-adik, akkor ugye innentől kezdve itt kettesek vannak, tehát akkor az azt jelenti, hogy ez a különbség, ez pontosan egy 1 per 3 az n plusz k-adikon. Jó, és csak átart a végtelenbe, igen, ez a nevek cím. Hogyha k tart a végtelen, akkor ez a különbség tart a nullához, tehát ez a megfelelő ugye sorozathoz tart az xj-hez, tehát akkor az xj az ténylegesen tolódási pontja c-nek. Hasonlóan a b, ugye a b az baloldali végpontját, végpontot, hogyha veszünk, ott az n-1, 2, és itt csupán nullák vannak, itt ebben az esetben értelemszerűen akkor legyen már az, hogy n-1, ugye itt végig nulla lenne, 2, nulla nagyon sokáig, ugye az n plusz k helyig, és utána fogunk írni 2. Ez is persze nyilván a C-ben van benne, és ez jobboldali végpont. És ugyanaz érvényes rá, hogy a távolság az 1 per 3 az n plusz k-adikon, tehát akkor megint csak azt kapjuk, hogy itt ez a XB-be jelölt is, az is a tolódási pontja C-nek. És akkor most veszünk egy olyan pontot, ami ugye nem tolódási pont. Ez azt jelenti, hogy ugye az előállításában végtelen sok nulla, illetve végtelen sok kettes van. Hát ez azt jelenti, hogy ha végtelen sok van, akkor biztosan van olyan hely, ahol kettes kapunk, és utána, tehát létezik N és L, úgyhogy a i egyenlő n-től végtelenig 2 per 3 az i-adiken az kisebb, mint epsilon, tehát bármilyen epsilon az létezik ilyen hely, én meg olyan n-index, meg l-index is, hogy ez is kisebb, mint epsilon. Jó, és akkor tehát 0, a1, an-1, és itt legyen egy kettes, hát most az L vagy az N a legjobb, az teljesen mindegy. A N plusz 1, megy tovább. A L minusz 1, itt mondjuk a nulla van. Itt akkor A L plusz 1, és itt megy tovább. Jó? Tehát olyan messze van az N meg az L, hogy az utána következő, hogyha mind kettes lenne.
akkor is az kisebb, mint epsilon, és itt, ha definiáljuk az egyik számot, az úgy, hogy nulla, ja, meg később adok is megadok, miért ne? A1, és akkor itt az an-1, ups, an-1, itt kettes van, itt ugye van, biztosan van még utána kettes, már végtelen sok kettes, mert nulla van benne, tehát hogyha itt ezt lezárom így, hogy én már csak nullát írok, akkor biztosan ez alapvetően kisebb lesz ennél. Na de, hát akkor ezzel nyilvánvalóan egy baloldali, ugye, végpontot definiáltam, és a kettőnek a távolság, ugye ezen feltétel miatt, az ilyen persze eleme C-nek, x-xb, az is kisebb lesz, mint epsilon. Azért definiáljuk már a xy-t, az pedig értelemszerűen úgy, hogy itt az a l-1, és ugye ide nulla van, utána végig kettest, ha írok, biztos, hogy nagyobbat fogok kapni, hiszen itt kell még legyen, mert végtelen sok nulla, meg kettes van benne, lesz még nulla számjegy, tehát ez biztos, hogy nagyobb, és ez jobb oldali végpont, és ugye ez is kisebb, mint epsilon, jó? Tehát akkor az XB, de még is megadható XB, XY nyilvánvalóan az X-hez konvergáló rossz sorozat, tehát az X is tollódási pontja C-nek. Tehát így minden pont tollódási pont, tehát a C az zárt, nincs izolált pontja. Jó? És akkor ez az, hogy a halmazunk perfekt. Jó? Tehát ez a megint csak topológia, nem sokat foglalkozunk, de ezért néha kitekintünk. Perfekt. Egyetlen egy dolog maradt, a számosságnak a megmutatása, tehát, hogy tulajdonképpen tudjuk, hogy megszámolható sok végpontja van. Ups, most jutott eszembe. De ezt azért csináltam ezt az egészet, hogy itt ez a tolódási pontosat, elnézést már. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy maga ez a C, ez sehol sem sűrű, ugye a 0-1-ben. Ugyanakkor itt ezek a végpontok, megszámolható sok van, ugye, ezek olyanok, hogy a bármely többi pont az a megfelelő végpontoknak tolódási pontjaként előáll, és akkor ez is nagyon lényeges, hogy ebből a tulajdonságból, hogy a végpontok, azok sűrű részhalmaza C-nek. Tehát ugye az első videókon beszéltem, hogy ha leszűkítjük az értelmezési tartományt, akkor már is másképp alakulnak a dolgok. Ugye van egy szükségünk, hogy C-nek minden pontja tolódási pont, tehát akkor folytonosságot majd beszélhetjük, de ez is nagyon érdekes, hogy maga az a C-halmaz a 0-1-ben sehol sem sűrű, de hogy ezek a végpontok a C-ben, csak hogy C-t tekintve a C-nek, annak sűrű részhalmaza. Ja, ez nagyon érdekes. Jó, miért még elfelejtettem volna, azt nem odaírtam. Tehát ezért játszadoztam itt a végpontokkal. Ugye közelítettük meg a adott pontot. Na, akkor most átérhetünk már tényleg arra, hogy kontinuum a számosság. Tehát itt van x akkor is csak akkor, hogyha ez így állítható elő. Tehát, hogy m egyenlő 1-től, ugye ez a triadikus alakja. 3 az n-edikán. Jó, majd lesz kettes számrendszer is. Ahol ugye az an-nek az az összes lehetséges 0-2-es számjegy. Tehát az an az 0 vagy 2. Na.
az összes ugye lehetőségét van. Ez azt jelenti, hogy definiáljuk azt a függvényt. Ugye, mert a számosság, Laszkai kéthalmaz számosság megegyezik, hogyha bijekció van, hivatalos az a definíció, de bőven elég, hogyha úgymond a függvényünk szürjektív, akkor azt jelenti, hogy a számosság az nagyobb vagy egyenlő, mint a másik halmaznak, mert a függvény az nyilván, itt 0-2-es számjegyek vannak, azok párosak, tehát az AN per 2 az 2, az N-et, hogyha írjuk, akkor itt ez a N egyenlő 1-től végtelenik, BN per 2 az N-et, kapjuk meg, ahol a BN hát az pont a 0-1 számjegyeket adja meg. Tehát itt az összes, ugye? Ez azt jelenti, hogy a Cantor halmaznak ezen függvény általi képe maga a 0-1 intervallum. FC-nek a képe az a 0-1 zárt intervallumot kapjuk meg. Jó, nyilván ez egy szürjektív leképezés. Szürjektív. Az annak, hogy ráképezünk, ugye minden számot fel tudunk ilyen alapban írni kettes számrendszerbe, és ugye itt minden elem elő is áll a megfelelő képén. Ugye? Tehát itt van ez, ez alapján. Azt majd a következő órán fogjuk mutatni meg, hogy itt megfelelő végpontokba ugyanazt az értéket fogja adni. Nekünk most csak az kell, hogy akkor ebből következik, hogy ugye a C-nek a számossága az nagyobb vagy egyenlő, a 0-1-nek a számossága. Ez szürjektív leképezés, de hát a C az nyilván 0-1-ben benne van. Tehát akkor ebből következik, hogy C az kontinuum számossága. Tehát megadtunk egy olyan halmazt, aminek a számossága egy kontinuum számossága, és mégiscsak ugye nullmértékű halmaz, meg még nagyon sok minden más megmutattunk erről a Cantor halmazok kapcsolatban, és mondom, következő órát azt majd a Cantor függvénnyel kezdjük, hogy nyilvánvalóan itt ennek a leképezésnek lesz majd a vizsgálata.